Sziasztok! A barkács műhelyben a leggyakrabban használt hegesztési módszer a bevont elektródás, vagyis pálcás módszer, mivel ehhez a legolcsóbb a gép, ezt tulajdonképpen talán a legegyszerűbb megtanulni, és igazából a ház körül szinte mindent meg lehet vele oldani, ezért nagyon sokan nem is lépnek tovább erről a módszerről, így ez a videó a hegesztés gondolatával még csak most kacérkodó barkácsolóknak és az öregebb szakiknak, akik esetleg a trafójukat vagy a tönkrement régebbi inverterüket egy modernebbre szeretnék cserélni, mindannyiuknak érdekes lehet, hiszen ebben a videóban ezt a kis bevont elektródás invertert fogjuk megnézni közelebbről. Tartsatok velem! Ebben a videóban általánosságban a bevont elektródás hegesztésről, annak a részleteiről nem fogok beszélni, hiszen arról már régebben készítettem egy videót, itt meg tudod nézni, ha még esetleg nem láttad, bár azt a videót már mindenki látta. Szóval, hogy mi a bevont elektródás hegesztés és hogy kell, azt nézd meg a régebbi videóban. Most tényleg csak ezzel a géppel fogunk foglalkozni, teljesen masszív benyomást kelt. Hát látod, hogy mekkora, így egy tenyérben elfér, hát nem tudom, egy ilyen másfél-két kiló. Van hozzá egy válpánt, az azért is előnyös, hogy ilyen baromi kicsi, mert így várra akasztva simán egy létrára vagy bárhova fel tudsz vele menni, tehát nagyon mobil módon lehet használni. Ez a kis gép amellett, hogy bevont elektródát tud, lehet vele avizni is. Igaz, hogy nagyon korlátozott mértékben csak az érintős, koppintos ívgyújtású avit tudja, természetesen egy olyan pisztollyal, amin van külön gázszelep és közvetlenül a gázpalackra köthető, az nincs benne a készletbe, de minden esetre, mint lehetőség tudja az avit is, de egyébként ez főleg a bevont elektródás hegesztésre való. Itt van egy kis gombja, amivel lehet váltani a bevont elektródás és az avi hegesztés között, meg van ez a VRD funkciója. Az ilyen VRD funkciós gépek tudják azt, hogy akkor, amikor nem hegesztesz vele, de be van kapcsolva a gép, akkor automatikusan lecsökkenti 15-20 voltra a nyugalmi feszültséget, és az már viszont egyáltalán nem veszélyes, szóval még ilyen kis biztonsági funkciója is van, és még mindjárt mutatom, hogy mi van a csomagban. Van benne egy ilyen testkábel, ez 2 méter, de mivel ugye nagyon könnyen mobilizálható, kicsi és várra vehető a gép, ezért ugye, hogyha rövid a kábelet, told meg egy lépéssel, tehát tudsz vele közelebb menni. Megvan hozzá egy, hát szerintem ez 2,5 vagy 3 méteres munkakábel. Igazság szerint ez egy ilyen géphez egy standard hosszúság teljesen elég, meg van még a csomagban egy ilyen kis salakoló kalapács, ugye mivel a bevont elektródás módszernél keletkezik a legtöbb salak a hegesztés során az elektróda külsején lévő bevonatból, ezért szükséges, hogy utána azt leütögesse, le tudja verni az ember valamivel, hát ebben a készletben van egy ilyen, igazából tök jó, hogy adják hozzá. Na, gyorsan rakjuk össze, aztán álljunk neki a munkának, ne hozzuk az időt, de először, hogy ugye melyiket melyikbe kell dugni, ezeket egyébként több hozzászólásban is kérdezték tőle mostanában többen. Hát ugye van az egyenes polaritás, amikor az elektródafogó a negatívban van, és van a fordított polaritás, amikor az elektródafogó a pozitívban van, és az elektródafogó felé áramlanak az elektronok, de melyik a jobb? Hát lehetne azt mondani, hogy nézd meg a gépnek, vagy a használandó elektródának a leírását, de ebben az esetben mindkettő azt írja, hogy mind a két fajta polaritással lehet használni, ez egyébként általánosságban jellemző a rutilos elektródás, bevont elektródás hegesztésre, hogy mindkét fajta polaritással működik. De én azt mondom, hogy általánosságban a legtöbb esetben a fordított polaritás a megfelelő, tehát az, hogyha az elektróda fogót a pozitív pólusba dugjuk. Ebben az esetben ezen a kis gépen nincsen ráírva sehol, én legalábbis nem láttam, hogy melyik lenne a pozitív meg a negatív, ez egyébként azért kicsit összezavarhat egyeseket, de hát például az autó akkumulátoránál is tudod, hogy a piros jelzéssel jelölik mindig a pozitív pólust, tehát akkor dugjuk a pirosba az elektródafogót,
és dobjuk a feketébe, a negatívba a testcsipesznek a dugóját, és akkor ezt így, ugye, így el kell fordítani, és ezzel tudod fixelni a helyén. Na és hogy miért fordított polaritás? Ugye ebben az esetben az történik, hogy az elektróda fog a munkadarab felől, az elektróda felé áramlanak az elektronok. Ez igazából első közelítésben gondolhatnánk azt, hogy ez az elektróda felé irányítja a hő nagyobb részét, ez így is van, tehát az elektróda jobban megolvad, de ezek után az ív az ezt az olvad fémet nagyon gyorsan rávezeti a munkadarabra, és ezt a hőt tulajdonképpen visszaközvetíti a munkadarabra, és így ennél a fordított polaritásnál valamivel erősebb, mélyebb beolvadást tudunk elérni. Ez az esetek többségében előnyösebb, olyankor lehet érdemes esetleg az egyenes polaritást alkalmazni, tehát amikor az elektróda fogó a negatívba van dugva, amikor kifejezetten vékony anyagú, tehát mondjuk 2 mm vagy annál vékonyabb anyagú munkadarabot akarunk hegeszteni, ilyenkor előnyösebb lehet, hogyha egy kicsit kevésbé mély beolvadást érünk el, és így talán kisebb eséllyel lyukad át az anyagunk, de amúgy az esetek többségében, ahogy most is, ugye 3 mm falvastagságú zárt szelvényt fogunk hegeszteni, hogy ebben az esetben már a fordított polaritás előnyös, és egy ehhez a 3 mm falvastagságú anyaghoz én azt mondom, hogy egy ilyen 2,5 mm maghúzal átmérőjű rutilos bevont elektródát érdemes használni. Én ezt az ESAB Goldroxot szoktam mostanában, ez nekem nagyon bevált. Na és akkor nézzük gyorsan egy bekapcsolat, itt a gép hátulján van a kis bekapcsológom. Egyből el is indul a ventilátora, és ez folyamatosan megy a hegesztés alatt. Most mutatja is, hogy alapból az MMA, tehát bevont elektródás állásban van. 140 amper tud ez a kis gép, a korbeles gép tud 130-at, és akkor itt ezzel a tekerőgombbal, egyébként így egész kellemes érzetű tekerőgomb, ezzel lehet állítani az áramerősséget. Ugye az ilyen kis bevont elektródás invertereknél csak az áramerősséget lehet állítani szinte minden esetben, és ugye mivel 2,5 mm bevont elektródával fogunk dolgozni, ennek a Goldroxnak azt írja a gyártó a dobozon, hogy 60 és 90 amper közötti áramerősséggel érdemes hegeszteni vele. Az anyag minősége és az anyag vastagsága függvényében, amit hegesztünk vele, úgyhogy első körbe, mivel hideg van, ilyenkor egy nagyon picivel lehet magasabb áramerősséget adni. Én azt mondom, hogy mondjuk mit tudom én, egy ilyen 75 amperrel megpróbáljuk először ezt a 3,5 mm anyagot, aztán meg majd látni fogjuk.
Nos, a hegesztés már ennyi volt, hát láthattátok, hogy teljesen jól működik, igazából elsőre a 75 amperre beállítva tökéletesen meg lehetett vele oldani mindent. Láttátok a varratokat, tehát én nem vagyok hivatásos hegesztő, ezt tudjátok, de igazából ezzel, ahogy én is, úgy bárki más képes normális minőségű varratokat csinálni, ami otthoni körülmények között tökéletesen jó lesz. Ehhez egyébként az is hozzásegít, hogy amúgy ennek a gépnek az elektronikája már tud néhány ilyen modern funkciót, ilyen például a hot start, ami azt jelenti, hogy az ívgyújtáskor, amikor odaérinted a pálcát, akkor megemeli egy kicsit az áramerősséget, hogy könnyebben begyulladjon az ív. Tudja az anti-stick funkciót, tehát, hogy amikor esetleg odaragadna a pálca, vagy odaragad a pálca, akkor teljesen leveszi az áramerősséget, hogy azt könnyebben el lehessen távolítani. És ezen kívül tudja még az arc force funkciót is, ami azt jelenti, hogy az áramerősséget folyamatosan egy bizonyos határon belül szabályozza, hogy minél egyenletesebb legyen az ív. Az igaz, hogy ezeknek a funkcióknak az erősségét nem lehet állítani, hanem teljesen automatikusan történik. Ellentétben például ezzel, amin mindezek állíthatóak, meg még egy csomó minden funkció ezen kívül állítható. Nyilván itt jutunk el odáig, hogy kinek és mire való egy ilyen kis gép, hogyha arra kell, hogy tényleg akár, ha szükséges, napi 8 órában dolgozhass vele, és mindenféle paramétert pontosan magadnak beállíthass, hogy a lehető legjobban tudj vele dolgozni, akkor nyilván érdemes venni egy eszabot vagy más profi márkából egy gépet. Hogyha viszont otthonra kell tényleg arra, hogy úgymond kezdő vagy nem nagyon rutinos hegesztőként meg tud oldani azokat a dolgokat, amire otthon szükség van, akkor arra jó lehet egy ilyen. Én mindenképpen azt mondom, hogy semmiképpen ne vegyetek ilyen nagyon gagyi, nem rendes boltba, nem garanciával kapható raketa, meg mit tudom én milyen márkákat, hanem keressetek egy olyan webshopot, ahol garanciával, normális háttérrel rendelkező termékeket árulnak. Úgyhogy így zárásként tulajdonképpen csak azt tudom elmondani, amit láthattatok is a videóban, hogy teljesen normálisan működött, meg lehetett vele oldani mindenféle varratokat. Gyakorlatilag az első 75 amperes beállítással tök jól meg tudtam csinálni mindent. Úgyhogy, hogyha én ilyen gépet keresnék, akkor ez például egy jó választásnak tűnik. Berakom a linkjét a leírásba. Remélem, hogy hasznos volt ez a mai videó is. Hogyha igen, akkor szokás szerint nyomj egy lájkot, iratkozz fel, ha még nem vagy, jönnek hegesztős videók a jövőben is, és találkozunk legközelebb. Sziasztok! I don't trust you there forever. It's redemption or your fire.